250 óra közmunkára ítélte a bíróság azt a fiatalkorú férfit, aki 2021 nyarán az egyik esztergomi áruházban több szépségápolási terméket akart ellopni úgy, hogy azokat a táskájába rejtette. Az üzlet biztonsági őre a kamerán keresztül ezt meglátta, majd feltartóztatta a fiatalt, aki egyébként korábban pedig egy helyi sörözőben egy alvó ittas férfitől vette el mobiltelefonját. Gyorshajtás közben kisodródott a kanyarban és kidöntötte a vasúti sorompót egy nő sütő és nesmék között tavaly májusban. A balesetben a vádlott és utas az úzódásos 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Most a büntetlen előéletű nőt pénzbüntetésre és járművezetéstől való eltiltásra ítélhetik. Folyamatos a felmelegedés, csak szombaton ér el a nyugati országrészt egy hideg front. Csütörtökön már mindenhol 30 fok feletti értékeket mérhetünk. Pénteken 33-37 fok között tetőzik a hőség, szombaton térségünkben erős szél mellett is 36 fok várható az időkép előrejelzései szerint.